És most Campania régióban vagyunk, pontosan Nápolyban. Csináltunk egy aglio, olio e peperoncino. Egy olaj, fokhagymás, chili és spagetti. Nagyon jó sikerült. Iratkozzatok fel az Ecco Family YouTube csatornára. Én nem szeretem a túl komplikált dolog, és nekem ez egyik kedvencem maradt. Minden második hét egyszer legalább csinálom magamnak. Ez egy tésztalap, lehetne rátenni királyrák, lehetne rátenni egy pár darab koktél paradicsom, hogy kapjon még egy kis savasság is. Nem egy nagy nehéz kajá, viszont amikor megeszed, ebből is teli vagy ízekkel. És kezdünk is az aglio olio e peperoncinohoz. Tegyünk forrálni elsősorban a víz. Kezdünk, bő olaj, nem kell, hogy túl forró legyen az olaj. Én már előkészítettem magamnak egy pár darab fokhagyma itt félbevágva, levettem belőle a belső részed, hogy ne maradjon ezt a büdös fokhagyma íze szájunkban. Nem túl kicsi és nem túl nagy kell levágni a fokhagyma. Miért? Mert akkor nem fog megégetni a fokhagyma, de jó fog pirulni. Kis éget utóíze, ennek a tészta nagyon jó tesz. Hát ha már itt előkészítettem egy 10 darab, akkor bele is rakom. Közben forrál a víz, tegyünk is rá só. Ide is egy nagyon picit rakom. Teszem egy kis bors is. Én a petrezselyem majd a vége fogom használni a levelet, de ennek is van benne íze. A petrezselyem szára ezt is belerakjunk. Meg chili, peperoncino. Vegyünk ki a belső részed, mert ez nagyon keményen csíp. Utána, amikor ezt csináltok, se fogjatok a fejetek, se a kezetek, se menjetek pisilni, mert csípni fog. Előbb mosatok meg a kezet. Milyen szép a színe. Ez pont ez piros, fehér, zöld. Forrál a víz, tegyünk bele a tészta, most az egész csináljunk meg, hogy legyen sok tészta. Amikor láttunk, hogy aranyszínű lesz a fokhagyma, a főzővízzel szoktak egy kicsit ráönteni, hogy még puljon egy kicsit a fokhagyma. Én jobban szeretem, inkább egy kis alaplé használni, mert akkor az zöldséges alaplé benne van egy kis répa, hajma, meg angolzeller, és egy kicsit kiegészíti az egész étel. Az eredetiben főzővíz használnak, nem alaplé. Még egy picike adjunk, hogy aranybárna legyen. Mert akkor még nagyon picike. Ennyi. Hagyjunk, hogy összeálljon az olajjal. A vége fele egy kicsit könnyű megégetni, de mi már olyan színbe vagyunk, ez szerintem nekünk ez tetszik. Ki is kapcsolom egy kicsit, hogy ne túl menjen a sütés. Így is, még egy pár perc kell várnunk, ameddig a tészta nem lesz kész. Innen vegyünk ki ezeket, mert már nem kellene nekünk, mert a vége fogunk rakni friss petrezselyemet. Nem raktam rögtön, mert maga a petrezselyemnek a level megég és keserne bíz lesz, ha így csináljunk, hogy egybe sütünk a fokhagymával meg a chili. Már eltelt ez a 6 perc, vegyünk kicsit a főzővízből is, kapcsoljunk vissza fél erősen az olaj, szűrjünk ki a maradék víz, tegyünk bele, emeljünk föl erősen most a tűz, és adjunk hozzá egy kis főzővíz. Ú, de finom mindent, ú, de jó. Friss petrezselyem, gyorsan levágjunk egy kicsit, meg egy nagyon pici főzővíz, és meg egy pici hideg olaj, ez még jobban kremesít az egész. És készen is vagyunk. Rá is tudjunk rakni még egy kis petrezselyem. Nagyon finom illatok jönnek, én most meg akarom kóstolni. Nagyon fontos. Egy kicsit ebből. És tegyünk rá egy nagyon pici parmezán. Ha valaki akarja egy kis friss bors, de nem jellemző neki, kóstoljon meg. Pont jó, nagyon jó a fokhagyma. Érezni a chili is, de szerencsém úgy, hogy egy kicsit megkóstoltam előtte, nem túlzásba vittem. Így is, ha valaki akárja, még rá is tud tenni.
találkozunk legközelebb. Ciao a tutti, sziasztok!